Isten hozott! Isten hozott! Isten hozott! Megrendülten állok itt előttetek, magyarok! Elég volt! Elég! Mondjátok még egyszer! Elég! Még egyszer! Elég volt! Ez már hangzott valahogy! Nem csak a maga nevében vagyok itt, hanem a Magyar Művészeti Akadémia nevében is, aki éves közgyűlését pénteken tartotta, és megkért arra, hogy ezt a rövid szöveget olvastam föl önöknek. Most e pusztulással fenyegető történelmi pillanatban a Magyar Művészeti Akadémia tagjai az ország, a nemzet sorsáért érzett felelősségtől sarkalva fordulnak honfitársaikhoz. A hont állampárt utódai és a mögöttük álló erő oly ügyeseknek bizonyultak a magánvagyonok fölhalmozásában, a hatalom megszerzésében, majd a legitimitását vette kormányzás megtartásában, akkor vajon csak ügyetlensége, hogy lepusztították az országot. Lehet-e tudatos közreműködés nélkül kiárusítani a nemzeti vagyon? Földjeinket, mindeinket, az energiapiacot, legyengíteni a forintot és az állampapírok értékét. Nyilvánvalóan tudatos pusztítás, ami a magyar iskolákat, a vidéki életet, az egészségügyet és a Kárpát-medencei magyarság összetartozásának érzületét érte. Elég volt! Elég volt! Előrehozott választást akarunk! Felelős nemzeti kormány! Nem késlekedhetünk tovább, hogy jövőnk, gyermekeink jövője érdekében együttes akarattal félreállítsuk a nemzetrontó országvesztést! Megrendülten állok itt, mert ti vagytok a nép akarata itt most a hősök terén. Ez az összejövetel létszámunkat és akaratunkat tekintve, és képviseleti erőnket tekintve alkotmányozó nemzetgyűlés is lehetne. Ezt a világot egy soha meg nem nevezhető háttérhatalom nem vezeti. De vezeti. Azok a magukat szocialistának nevező multimilliárdosok. Akik amikor kongresszusra összeülnek, mit énekelnek? Fölföldi rabjai a földnek fölföldeljes proletár. És a magyar népből lesz a kiszolgáltatott és tönkretett proletár. Nem belőlük. Ennek az időnek véget kell szakítania. A mostani összejövetelünket, ha nem lesz hatása elegendő, követi a következő. És az azt következő, és egyre többen leszünk. Most, amit fel fogok olvasni, ismételjétek meg utána. Itt a hősök terén áldjon meg bennünket az Úr. Itt a hősök terén áldjon meg bennünket az Úr. Áldott legyen a magyar nép. Áldott legyen a magyar nép. Határon innen és azon túl. Határon innen és azon túl. Verje meg az Isten. Verje meg az Isten. Az országrontókat. Az országrontókat. Tegye őket hazátlan bujdosóvá. Tegye őket hazátlan bujdosóvá. Emeljük fel szívünk. Emeljük fel szívünk. Az Úrhoz. Az Úrhoz. Hogy hinni tudjunk a jobb jövendőben. Hogy hinni tudjunk a jobb jövendőben. Isten áldását kérem a fejetekre. Isten áldását kérjük.
kedves közönségünk Makovec Imrét hallották, aki két percre felhasználta a hátra lévő szónokok idejéből. Azért mondom az ezután következő hetet, mikor Jókai Annát jelentem be önöknek. Türelmünk és az állóképességünk nagy valószínűséggel véges. Hallgassák Jókai Annát, miközben bejelentem, hogy az 50.000 egyedi polgártársunk lépett be az András út torkolatába, tehát több mint 500.000-en vagyunk a téren. Utoljára tavaly március 15-én értem a tisztesség, hogy sokunknak beszélhettem. Akkor a reményről szóltam, és arról, hogy a nap azért kibukik a felhők mögül. Ma gyönyörű napos időnk van, és egy virágvasárlati szimbólum, amire nagyon figyelnünk kell. Gondoljanak arra, hogy több mint 2000 esztendő távolából egy napon Jézus Krisztus úgy vonult be egy városba, hogy hozsannával és pálmával köszöntötték. És nem telt el sok idő, azután